A vezető feladata megtalálni a realitást, és ebben irányt mutatni a munkatársainak, a követőinek. Úgyhogy beszéljünk ma erről, mert ez egy fontos lehet pont most a jövőt szempontjából, és a vállalkozásod jövőre szempontjából. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is el! Szóval, ha most valamit elveszett az ember a lába alól, mint talajt, akkor az a realitás, és ez nem csak rád vonatkozik, hanem a munkatársaidra is, és ezért egyre fontosabb lesz az, hogy a cégben, a cég jövőjében egyáltalán támaszt és realitást nyújtsál nekik, és Maxwell ezt úgy fogalmazza, hogy a vezető feladata megtalálni a realitást, ami persze nyilván egy feladata, de nagyon-nagyon nehéz, mert olyan, hogy realitás, abszolút igazsága nincsen. Úgyhogy ezért érdemes neked egy józan ésszel megtanulni gondolkozni, és ráadásul ezt hogyan tudod átültetni a követőid, a munkatársaid számára, ezt fogjuk most megnézni. Nézzünk egy példát. Olyan érdekes, hogy mondjuk egy fél évvel ezelőtt beszélgettem időnként ügyfelekkel, barátokkal, ismerősökkel, Mastermind klubbal, és valahol az a hangulat volt, hogy hát figyelj ide, Ausztriában 4% hozam van, igaz, az válság ide vagy oda mindig megvolt, a 4% plusz 1, másfél vagy 2% értéknövekedés, de hát ez smafó ahhoz képest, hogy Magyarországon 10%, és akármilyen lakást építenek, így is elfogy, így is úgy is elfogy. És azért érdekes ez, mert mondjuk amikor év elején vagy tavaly év végén már beszéltünk arról, hogy az a német autóipar kisebb-nagyobb megtorpanásban van, már volt akkor, és csomó iparágban megjelentek koronavírus nélkül is már az első jelei annak, hogy valami nem kerek, csomó minden bezavar a jövőképbe, ami bizalomgerjesztő lenne, és egyszerűen az emberek, amikor beszéltem, azt mondták, ó, figyelj, a lakások ára megy fölfelé, nem lehet eladni most semmit, mert még több lesz, még több lesz, még több lesz. És nincs jelentősége, hogy most mi fog történni konkrétan, hanem a realitás mi lehet. A realitás az, hogy minden emelkedés egy idő után véget ér, vagy az történik, hogy egy hiperinfláció indul el, és ha minden emelkedik, csak ez nem azt jelenti, hogy többet ér az ingatlanod, hanem kevesebbet a pénz, és te ugyanott vagy, ugyanúgy, nem tudom én, kenyérre átváltva X értéke van az ingatlanodnak, se többet, se kevesebbet nem ér, hiába több pénzt adnak érte. De ez egy nagyon-nagyon pozitív, mondhatni, mérhetetlenül pozitív volt, hangulat volt. Ez olyan volt, mintha nem is lett volna a 2008-as válság. És akkor most itt van a realitás, mondjuk most augusztusban, vagy szeptemberben, akkor beszélek ügyfelekkel, és azt mondják, hogy parajdőr, szeretném, nem érzem biztonságba itt szeretnék most már Ausztriába inkább ingatlant venni, az biztosabbnak tűnik. Magyarul úgy érzik sokan, hogy kicsúszott lábuk alatt a talaj, és ez a nagyon-nagyon pozitív, talán túlzott pozitivitás puff, lefelé indult egy lehet, hogy átcsap egy bizonytalanságban. Nem negatív, talán nem ez a legjobb kifejezés a pozitívra, hogy negatív, hanem a teljes bizonytalanság és reménytelenség, hogy mi is hoz jövő, nem tudjuk. És ez odáig megy, hogy hihetetlen, hogy komoly emberek azt mondják, hogy mondjuk a magyar miniszterelnök ki akarja vezetni az EU-ból Magyarországot. Nem tudom, ezt se nagyon hiszem, meg az se, ami tavaly volt, ez a túlzott optimizmus, ez a végtelen optimizmus, sose lesz itt baj, mindig csak fölfelé fognak menni, már elértük Grácnak nagyjából az árait mondjuk új ingatlanokba, meg használatba is, nem baj, még följé fog menni, csak a jövedelmek nem biztos, hogy elérték a gráciakat. Na mindegy, ez a lényeg, hogy találd meg valahol a kettő között a realitást, és ez nem a középutat, hanem a realitást, amit józan ésszel gondolkozva kell végig gondolnod. Úgyhogy ez egy tipikus feladat, hogyha mondjuk ingatlannal foglalkoznál, vagy bármiféle területen dolgozol, akkor neked, mint vezetőnek a feladatod az, hogy egy józan ésszel valamilyen irányba vidd tovább a munkatársaidat. És erre számítanak is, mert te fogod adni nekik azt a biztonságot, ami mellett úgymond nyugodtan dolgozhatnak. Mert hogy tudna valaki nyugodtan dolgozni és jól teljesíteni a te vállalkozásodban, amit te elvársz tőle, hogyha állandóan azon izgul, idegeskedik, úristen, mit hoz a jövő, hogyan lesz, túl föl, túl le, nem tudjuk, ugye föntről nagyot lehet esni. És ilyenkor mi a realitás? Ezt kell megnézned. Mi az, ami logikus? Mondok egy hasonlatot, egy példát. Például elindult ez a vírus, hogy most a vírusról is beszélünk egy-két szót, elindult a vírus márciusban. Most nem érdekel, hogy mennyi a mortalitás, mennyire halálos vagy egyebek. Elindult a vírus márciusban, ez a legfontosabb, és volt egy terjedés, ami elég gyors volt, Franciaország, Olaszországban, Amerikában is rettenetesen pusztított. Van, aki persze ezt se hiszi el, mert az mind hazugság, mind fake news, ami a tévében van, de nem baj. De a lényeg az, hogy van egy átadása, van egy fertőzési módja, útja, és ami az érdekes, hogy egyszer csak mindenki azt mondta, hát ez el fog múlni. Nem tudom, mitől múlna, de el fog múlni. Oké, el fog múlni. Jött a nyár, lejjebb mentek a számok a lockdown miatt, és az a lényeg, hogy azt gondolták sokan, hogy hát a nyár nem hozott vissza ugye semmit ebből a vírusból, és most elkezdtek újra emelkedni. Mi ebbe a realitás? A realitás mindenféle külső másztól, meg hisztériától levéve az, hogy van egy vírus, ami márciusban is pont ugyanolyan dinamikával tudott terjedni, ha az emberek találkoztak, mint ahogy most tud terjedni, sajnos. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ahhoz képest, hogy a vírusnak van egy teljesen determinált DNS-be, vagy nem tudom, tehát fizikailag, vagy biológiailag, vagy kémiailag determinált terjedése, sokan azt hitték, hogy ez majd elmúlik, és nem fog úgy terjedni, ha mindent felengednek. Ez a realitás. És ez a realitás megvan persze, amit mondtam, az ingatlanpiacban, és a te cégedben is meg kell lenni. Tehát, hogyha mondjuk, tehát nem szabad vakon reménykedni hülyeségbe. Tehát ha te mondjuk egy rendezvényszervező cég vagy, és most valószínűleg ő rájuk jár leginkább a rúd, vagy pedig egy utazásszervező, nagy szálloda tulajdonos vagy mondjuk, nem tudom, valamilyen szezonális helyen, vagy akár Magyarországon, Budapesten, akkor valószínűleg ez a probléma több évekre megmarad, tehát jelentősen tönkre vághatja, tehát nem kell azt várnod, hogy majd őszre elmúlik, majd nyára elmúlik, mert se nyára nem múlt el, se őszre nem múlt el. Ez egy realitás. Pontosan azokat a helyeket, ahol sokan együtt vannak, egyszerűen továbbadják a fertőzést, ez gócot jelent, klasztereket jelent, és ez bajt jelent. Most az, hogy mondhatjuk azt egy idő után, hogy nem érdekel, mint hogy állítólag Svédország, ami persze nem igaz, hogy ők azt mondják, hogy mindegy, hanem ott is tettek azért bizonyos lépéseket, inkább az emberek fejébe raktak dolgokat bele, ahelyett, hogy a törvényekbe. De ami a lényeg, hogy a realitás az, ha mondjuk rendezvényszervező lennék, hogy azonnal várakozás, hamis reménykedés nélkül valamást kell csinálni. Ha éttermed van, akkor szintén ez a határ van, ki tudsz-e találni valami új dolgot, ételkiszállítást, azt mindenki akarja, de lehetséges, amikor az építőipar vagy, akkor is nyilván egy kérdés lesz, vírus ide vagy oda, de ez a válság, ez nagyon kritikus lesz. És még gondolod bármilyet, mondok egy másikat, mondjuk van egy boltod, és lehet, hogy el kell most már komolyan gondolkoznod azon, sőt, a rég késő elkezdeni komolyan gondolkozni, el kell komolyan kezdened teljes energiával megtanulni az elektronikus kereskedelmet, és beindítani az online áruházadat. Mert nincs, az sem biztos, hogy túl fogod élni avval, de anélkül nem túl nagy esélyed van. Most jártam például a feleségemmel, elmentünk Grácsba sétálni ma, ott akartam csinálni egy klassz videót, meg is csináltam, csak sajnos a hang nem lett jó, úgyhogy nem tudtam felhasználni. De ami a lényeg, hogy tele vannak az utcák, az emberek ott vannak, sőt, engem egy kicsit zavart is, mert sűrű tömeg volt a sétáló utcában, Grác központjában, egészen fönn a várig fölmentünk, és ott is. Kedd délután, tehát azt hittem, hogy legalább elmennek mások dolgozni, hogy mi nyugodtan sétáljunk. De ami a lényeg, hogy a boltok azok üresek voltak, tehát a boltoson kívül szinte senki nem volt benne, amellett, hogy nem tudom, megszámoltam, 5.-10. üzlet mindegyik már üres, ami ott azért nem szokott üres lenni a centrumban. Kiadó, vagy csak ki van őrítve. És ez a kérdés, a kereskedelem hogyan fogja, vagy nem fogja túlélni. Tehát ha kereskedelem vagy, akkor nem érdemes várnod arra, hogy visszaáll a régi idő, hanem a realitás, amiről Maxwell beszél, az az, hogy kezdj el azonnal alkalmazkodni ez a helyzethez. De nem úgy, hogy várom, és a készleteimet, a tartalékaimat fölélem, hanem úgy, hogy elkezdesz új irányba mozogni, valószínűleg az online világba valamilyen módon, erre most nem akarok belemenni. Szolgáltatásban ugyanúgy lehetséges, hogy egy csomó területen át kell alakulni, másképp kell csinálni. És miért fontos, miért beszélünk erről a realitás dologról, és miért beszélünk a vállalkozásodba erről? Azért, mert a legtöbben nem hajlandók elfogadni, ami leginkább nyilvánvaló. És ez fontos egy vállalkozónak, mert rossz irányba viheti a cégét, például itt van ugye a német autógyárak és az elektromos autó, amely nagyon érdekes, hogy te lehet, hogy nem biztos, hogy látsz egy reális képet, mert most, amikor kijött, akkor mondjuk a horvát tanácsban sokan csináltak klassz videókat, gyönyörű drón és egyéb felvételekkel az elektromos Up-ról, például a Volkswagenről, vagy Up-ról, vagy nem tudom, hogy kell mondani magyarul, tehát az elektromos Up-ról, de ugyanakkor azt már nem mondják a mostani hírekben, nem csak arról videót, hogy kész, törölte a programot, nem lehet már kapni, tán rendelni se lehet, ugyanúgy a Seatos és a Skoda változatát se lehet ennek a mini kis ilyen Zoe konkurensnek rendelni. Kijött a Skoda Enyaq, tele van, videók vannak róla, hogy megjött, milyen érdekes, fura dolog állt elő, a Volkswagen és megfelelője, az ID4-es is már megvan vizuális, hogy fog kinézni, görény csúnyán néz ki, a Skoda Enyaq meg tök jól néz ki, majdnem úgy néz ki, mint egy Lambo SUV, de gyakorlatilag mostán valamelyik hétfőn kezdődött a rendelés, és gyakorlatilag elfogyott, vagy elfogynak napok alatt, és bármelyik Volkswagen típusból rendelsz 6-8 hónap, vagy van, ahol 16 hónap lesz a rendelés. Magyarul eladtak pár tízezer darabot, de közben nem veszik észre, vagy lehet, hogy észreveszik, csak nem érdekli őket, hogy a Tesla egy óriás gyárat épít Berlin mellett, és Amerikában is építkezik folyamatosan, és ontja ki magából. Ezt a veszélyt elnyomták. Nem volt meg a realitásuk, azért ezt mindenki mondta, és látta, és elmondták a nagy szakemberek, de mégis el tudják mondani. Az első veszély az, hogyha te, mint vezető nem tudod meg a realitást, aminek legalábbis nagy esélye van, nagy lehetősége van, hanem kizárod, kitakarod, oda se nézel, nem veszel arra tudomást. Igen ám, de ez nagyon fontos, hogy a munkatársaid esetén is. És most jöttünk el a vezetéshez, a Maxwell-féle üzenethez. Arról van szó, hogy a munkatársaidnak igenis szüksége van a te realitásodra. Ne csapongjanak össze-vissza, hallanak valakitől valamit, ahogy mondom, ilyen hírekből, egyebekből, leföl hullámoznak, hol így gondolják, pozitívak, aztán negatívak, és ez nagyon tönkre tudja tenni az érzelmi állapotokat. Tehát neked szükséges, hogy egyrészt magadnak legyen egy stabil realitásod, ami nem azt mondtam, hogy igazad, vagy egyetlen egy igazad legyen, de legyen egy realitást, amit ő végig gondoltál, és utána beszélgess a munkatársakkal. Az egyik legfontosabb ugye minden beszélgetés, hogy először megtudom a másik realitását, tehát kérdezni kell. Ti hogyan látjátok? Te hogyan állsz ehhez? Szerinted merre halad a cégünk, merre halad az iparág, és itt először kell tudnod a többiek realitását, mielőtt rájuk zúdítanád, ne adj Isten, írásos utasításként, hogy mit hoz a jövő, vagy mit gondoltok, vagy mit gondoljanak, ugye, amit nem fognak gondolni azért, mert utasítod őket, hanem vezetni kell őket, tehát először meg kell tudni a realitásukat, és a kérdéstechnikában meg kell tudni azt, hogy miért gondolják így, miért hiszik, hogy így lesz. És utána nyilván kell ezt a realitást közelíteni, hogy együtt tudjon haladni a cég, ne legyen olyan, aki teljesen leakad, van, aki meg teljesen a világtól elszállva szárnyal is mondjuk nem takarékoskodik, vagy nem teszi meg azt, amit meg kell tenni a cégedbe, vagy te meg akarsz tenni a te magad realitása miatt. Hiszen alapvetően a cég felelősség az rajtad van. Veszíteni te tudsz rajta, oké, a munkatársak is veszíthetik az állásukat, de hát elismertnek bármikor, tehát ez nem ugyanaz a fajta felelősség, mint egy generációt fölépített mondjuk vállalkozásnak a kockáztatása. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy neked, mint vezetőnek kötelességet, hogy legyen egy realitásod, és ezt szép lassan kommunikálni és közelíteni kell a munkatársakhoz. Nem utasításba, nem parancsba, nem prédikálásba, meg nem hallgatva őket, hanem kommunikációba. Úgyhogy ez egy nagyon fontos tapasztalat, hogy tudd, hogy érezzék, hogy mögötted állnak, tehát, hogy mögéd állhatnak, és te biztonságba átviszed őket a túlpartra. Szóval, én azt javaslom neked, hogy gondolkozz el a jövőn, játsz végig a lehetséges alternatívákat, és ülj le a munkatársaiddal beszélni. Nézd, valaki azt mondta a Mastermindból, hogy hát ő nem akarja megijeszteni őket. Szerinted nincsen már esetleg most bennük félelem? De akkor ne megijeszd őket, hanem kérdezni tőlük, figyeljetek, hogy látjátok a jövőt, hogy indult el szeptember? Szerintetek, ez a korona hogyan fog ránk hatni? Vagy nem megijeszted, hát nap mint nap az emberek gondolkoznak ezen. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy te is kommunikálj, és gyűjtsél információt, kérdezd meg őket, hogy látjátok a piacon, mit gondoltok, mit mondanak az ügyfelek, és így tovább. És tehát tudod őket szépen lassan irányítani, vezetni. És ebben nagyon sok segítséget lehetőséget, tudást, impulzust fogsz kapni október 16-án, azaz egy pénteki napon, amikor lesz a Vezetés Napja, egy ingyenes webinár. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy mindenképpen írd be a naptárodba, jegyezd elő, és ha feliratkoztál a sikervitamin.hu-ra, akkor értesítést is fogsz kapni róla, hogy semmiképpen nem maradj le róla. Én azt gondolom, hogy ez pont olyan, mint egy vihar. Pont olyan, mint egy vihar, a jó kapitány, akinek jó a legénysége és az összetart, és tudja, mi a feladata, az minden vihar túl tud élni, ahol a legénység szétszalad, a legénység nem tudja, mi a feladata, a kapitány nem tudja, hogy merre halad, az a hajó jó eséllyel, ugye a legnagyobb veszély mi egy hajónak, nem az, hogy a nyílt tengeren elsüllyed, az is persze előfordul, leginkább az, hogy kirakja egy zátonyra egy hullám, mert nem tudja irányítani. Ugye tudod, a hajónál lendület vagy sebességkel, tehát a vitorlásommal nem tudok sehogy kormányozni, semmit irányítani, oldalra elfújt a szél, csak egy esetben tudom kormányozni és irányítani, ha halad előre. És neked is ezt kell elérned, hogy mindenképpen haladjon a céged, akkor se álljon le, vagy akkor meg, hogyha bármilyen vihar van, vagy nagyisten, hát nem tudom mi van, de valami van. Gondold végig, hogy a te iparágadban mi minden történhet, és ha gondolod, osszad meg velünk. Kíváncsi vagyok, hogy amit én elmondtam, realitást, amit én látok, legyen az vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás, vagy akár az ingatlan, ami egy hatalmas nagy piac, főleg a fejlesztést is, ha belevesszük. Mit gondolsz? Turizmus. Mit gondolsz, hogy mi lesz a jövője? Mit gondolsz, mi az, ami szerinted ennek az iparágaknak, amiben te dolgozol, mi a realitása? Találkozunk október 16-án, és persze addig minden hétköznap. Sok sikert, ciao.